Another visitor. Stay a while. Stay forever. Belló itt, normál 69, mindenkinek kellemecses hétvégét vagy hétköznapot, attól függően, hogy éppen mikor nézi. Gondoltam, hogy komplett kis testemmel belecsattanunk ebbe az Empyrean Galactic Survivor-be, ami valószínűleg egy jó kis klón a Space Engineer-ről, de hát ha jól sikerült a lopikálás, és egy aránylag élvezhető játékot hoztak össze. Well, kezdjük az opciókkal. Egyrészt lehet az avatárodat átállítgatni. Főszín, mellékszín, hajszín, bőrszín, rengeteg fajta szakál, persze nem a nőknek, különböző arcok, testalkatok. Én ezt a törpeszerűt szeretem, és hajstílus. Itt tulajdonképpen eléggé jól customizálhatod a kis karaktered, hogy kilátszék a többi karakter tengeréből, hiszen multiplayer is van, lehet szervert indítani. Ha jól emlékszem, talán még dedikált szervert is be lehet lőni, hogy milyen típusú mértékegységeket használjanak, illetve, hogy EAC védelemmel akarod-e indítani, vagy nem, hogy barátoknak csináltad a szervert, vagy nem. Van hangerőben, szokásos dolgokat látom, teljes hang, zenehang, mellékes hang, ambiance, egérérzékenység, támogatja a kontrollert, aki azt szereti, és itt lehet állítani, ugye, elnézést, az egérbillentyűk, és a sima billentyűk mit csinálnak a játékban, kóla, majd később fogok sörözni, mert nem sörözős. Bemutatott tartok, hogy egy kicsit észnél legyek, ugye rengeteg mindenfélet lehet csinálni. A játék folyamán nagyon valószínű, hogy én egyfolytában ahhoz fogom viszonyítani, hogy milyen a Space Engineers, hogyha valaki nem tudja, milyen a Space Engineers, nézze meg! Ugye lehet perem nélküli ablakba játszani, sajnos azt nem tudtam beállítani, hogy melyik képernyőn mutassa a játékot, de a szokásos Shift, Windows billentyű és bal jobb gomb időben történő megnyomásával át tudtam hurtyantani a baloldali nagy tévés képernyőmre, úgyhogy most egész szépen belefeszül az arcomba egy ilyen nagy felületen. Max 90 fokig lehet állítani a Field of Vision-t, úgyhogy annyira nem fogják szeretni a rövidlátók. Ti rövidlátók tudjátok miért. És hát ez valami funkció, amit jobb bekapcsolva hagyni, kivéve, hogyha problémát okoz, ennyit ír a tooltipben. Kontraszt, fényerő, frame rate, meg hogy ilyen keret nélküli ablak legyen, vagy milyen. És ezek a szokásosak, Bloomot kapcsoljátok ki, mert megvakultok, megőrültök, én legalábbis azt szoktam tőle, és én nem is vettem olyan szépre a grafikát, amilyenre lehetne, úgyhogy vegyétek úgy, hogy a játék sokkal szebb is lehet annál, mint amit majd most fogtok látni, ugyanis én jobban szeretem, hogyha simán megy a játék, nem vagyok annyira grafika függő, mert hát az előző életemben is játszottam már számítógépes játékokkal, és még nem volt nagy grafikájuk. Lehet csatlakozni egy játékhoz, folytatni egy játékot. Játék közben csak egy sima save gomb van, de úgy látom elég rendesen generálja itt a kis plusz beállításokat, sőt, még a nehézségét is tudjátok utólag módosítani, hogyha át akarjátok ideglenesen állítani, legalábbis a single playerben. Úgyhogy most single player-t fogunk megnézni, nem kúpot, és nem joy-oljuk a gémet. Van túlélős, evés, ivás, betegségek, építés, harc, frakciók, felfedezés. Ezzel fogunk játszani. Szkenárió, ebbe belekukkantunk. Van egy támadó versus védekező típus. Van itt egy Aqua Omicron. Ez az alap szkenárió egy előre elkészített, nem véletlenszerű naprendszerrel. Alap bázis támadás, gondolom ez is valami érdekes multiplayeres. Milyen hosszú ideig tudott túlélni? Ez egy tower defense-nek lett megcsinálva, hogy hullámokba jönnek az ellenségek, te pedig építed a védelmet. Oké. Default multiplayer. Multiplayer egy véletlen generált naprendszerbe. Ja, és azért feszültem rá a játékra, mindjárt mondom. Van még a Csillagfény árnyai című, amiben egy kémet játszol, akinek egy titkos fegyvert kell kideríteni, hogy micsoda. És azt hiszem, a workshopban még van végtelen mennyiségű szkenárió hozzá.
De most nem ezt próbáljuk ki, van a kreatív, ahol tulajdonképpen kreatív módba építgethetsz, ez azért hasznos, mert ebbe megépíted a kis egységedet, elmented, és utána survivalbe be tudsz panolni, úgyhogy az erőforrásokat beleköltöd. Illetve van a szabadság nevű játékmód, ami úgy néz ki, mint a survival, de végtelen életerőd van, végtelen erőforrásod van, és nem leszel éhes. Oké. Ja, meg még van sugárfertőzés is benne. Rüttyedjünk neki egy survivalnek. Itt van a címe, ami szerintem legyen bemutató. Ékezetet nem használok, mert sose lehet tudni. Magyar nyelv sajnos nincsen benne, de például, hogyha Szlovákiában élsz, vagy mondjuk Németországban, meg Kínában, akkor ad támogatást. Tehát, hogyha van legalább egy tanult nyelved, az valószínűleg közötte lesz. Ez a seed, amit tetszőlegesen lehet állítgatni. És lehet, hogy kipróbálok egy másik szívet. Fogom. Set. A nehézségi beállítások, amit én elállítottam a közepesről, ami ugye normál, aki én vagyok az. Közepes. Kezd. Nem, úgy látom, újra be kell állítanom. Tehát ez legyen könnyű, kapjak jó sok felszerelést az elején. Normális fejlődés. Tönkre megy a felszerelés, elhasználódik, legalábbis a kézi felszerelések. Én azt lassúra állítom be, hogy ne kelljen egyfolytában gyártani. Ezeket benne hagyom normális, hogy mennyi kaját kell lenned, mennyi oxigént kell szívnod, mennyire számít a sugárzás és a hőmérséklet, mert számít. Viszont belövöm azt, hogy sok érc legyen egy érclelőhelyen, sok érclelőhely legyen. És hogyha egy ilyen automata bányászt ráraksz egy érzelőhelyre, akkor ne fogjon ki, csak hogyha kézzel bányászod. Kipróbáljuk. Szerintem ezek olyanok, amikről el lehet képzelni, hogy olyan sokkal többet keresgéltem ércek után, sokkal hamarabb kifogyott, és igen, még többet kellett keresgélnem érzelőhelyre. No. Közepes az ellenség. Nehézsége, drónok normálisan jönnek. Bázist normálisan támadják meg, a kraftolás normális sebességű, blueprint elkészítés és szerelési sebesség szintén normális, ne legyen korlátozás, hogy hány blueprintet spanolsz, illetve úgy látom, hogy hol, tehát hogy egy bázisra vagy nagyhajóra tudsz lerakni blueprintet, nem pedig csak úgy kirakod a földre. Szerencsére a Space Engineers-hez képest sokkal könnyebb a blueprintek lerakása. A blueprint alatt érteni lehet mindenféle épületet, hajót, egységet és a többi. Legyen-e bizonyos felszerelésekben korlátozás, tehát mondjuk, hogy hány fegyvert pakolhatsz egy járműre, hát ne legyen már szerintem. Legyen-e korlátozás arra, hogy mennyi a tömege vagy a űrtartalma az egységnek, ne legyen. Viszont ezt a CPU pontot bekapcsolom, ugyanis ez olyan, hogy minden egységbe kell raknod egy ilyen kórt, egy ilyen központot, és arra rakhatsz bővítéseket. És ennek a központi egységnek és a bővítése, a központi egységnek a technológiai szintje és a bővítések száma határoz meg egy pontértéket, és minden alkatrésznek is van egy pontértéke, és hogyha meghaladod a CPU-hoz képest az egységeddel ezt a méretet, vagy mondjuk bonyolultságot, akkor mindennek csökkenni fog a effektivitása. Gyanítom, a sugárhajtóművek kevesebb tolóerőt termelnek, a fegyverek annyival kevesebbet sebeznek, és így tovább. No, ez nekünk így jó. Itt, amit be lehet még állítani, bolygó méret, nagy és közepes, maradjunk egy közepesnél, majd mindjárt meglátjátok miért, nem számít annyira, hogyha az a bolygó, amiről indultok, közepes. És van még egy ilyen beállítás, hogy honnan indulj, van egy ilyen zöld bolygó, ahol van elég sok ellenséges lény, de lélegezhető légkör is. Van egy ilyen kupárabb bolygó, ahol nincsen sok ellenséges lény, néha jönnek ilyen viharok, amik sugárzást okoznak, nincs lélegezhető oxigén, de ugye kevesebb ilyen szörny van pont emiatt. Más kezdő
cuccok is, ha jól látom. Igen. És van egy mocsaras bolygó, ami fogalmam sincs, hogy milyen. Van lélegezhető légkör, ezen kívül nem túl sokat tudok róla mondani. Én persze lusta vagyok, úgyhogy a lehető legkényelmesebb helyen kezdünk. Lélegezhető légkör, és felzabálhatnak különböző állatok. Úgy vettem észre, hogy a szíttől függ az, hogy mekkora a gravitáció, a hőmérsékleti határok, és így tovább. Ami elég érdekes, mert például a gravitációtól függ az, hogy a karaktered mekkorát tud ugrani. A hőmérséklettől pedig az, hogy hőgutát kapsz, illetve megfagysz-e. Lehet, hogy próbálok egy jobb szídet találni, mint ez. Hát, ha sikerül, nézzük csak. Well. Igen, olyat már tudtam találni, ahol kisebbet kell ugrani. Illetve kisebbet tudsz ugrani, meg melegebb a hőmérséklet. Na, egy egyszerű és könnyen megjegyezhető szíd. 3,092 G, remélem egy kicsit nagyobbat tudok majd ugrani. Bár sűrűbb az atmoszféra, lehet, hogy még a légellenállást is számolja. Most ez lehet, hogy unalmas lesz, mert sokáig generál. Addig elmondom, hogy miért is néztem meg a játékot. Amint látjátok, a verzió kísérleti 12,5-ös. A 12-es alfa verzió az újdonság. Nagyon-nagyon sok mindent behoztak, de hát június-július közepére ígérik a játékot. És ezért lettem én arra kíváncsi, hogy no, hát tulajdonképpen csak miket hoztak bele, tényleg olyan jók azok a dolgok, amiket láttam, érdemes ebbe azoknak ránézni, akik már megvan a játék, illetve figyelemmel kísérni azoknak, akiknek még nincsen meg, hogy esetleg van valami akció vagy ilyesmi, és bejön-e érdekesség, ami miatt gondolkozhatnak azon, hogy megvásárolják. Most azért hagyom ezt így venni, hogy azt is lássuk, hogy mennyi adat generál le egy világot. Nem volt olyan borzasztó, via SD-vel lehet irányítani, hogy merre felé essen le a kis házelhert. Ha minden igaz, még azt is lehet, hogy egy kicsit arrébb menjen. Tulajdonképpen annyira nem lényeges, mert a kezdő terület az egy olyan bájom, ahol, ugye bájos vagyok, ahol aránylag jól lehet, hoppá, na feszítsük be a lábunkat, mert jön a becsapódás. Szóval, ahol egy kicsit biztonságosabb az élet, és van nagyon sok erőforrás alap eltéve. És jön is a kis házi komputer, veszélyhelyzeti szituáció érzékelve, az UFO 1 a protokoll bekapcsolva. Ez egy nagyon klassz kis tutorial, ami lépésről lépésre végigvezet benneteket a játék mechanikán, ami engem nem érdekel. Igen. Persze, át akarom ugrani. Rendben. Aha, éppen ez ugye az általános, random generált, mindenféle alapcél nélküli, sztori nélküli játék. Éppen, hogy megmenekültél egy ilyen tűzviharból, a lezuhanást túlélted a szétesett mentőkapszulátban, és szembe kell szállnod a veszélyekkel ezen az ismeretlen világon. Találj válaszokat! Induljunk. Remélem nincsen bekapcsolva. Jó. Először is... Ne, hagyjál békén. Ah, persze, megnézem. Hogy mi történt a hajón? Jupiter, Apollo Station, tudományos. Dr. Grayson, igazoltak minket. A Wave Rider protokollt aktiválták. Nagyszerű, vége a várakozásnak. Kicsit meglepett, hogy ennyit kellett fordítani. Na szóval ott tartottam, hogy belenézek ebbe, kipakolok mindent, és valóban itt van az új energia alapú túlélő felszerelésem, valamint a szkenner. Ezzel látom az érceket, ez elég, hogyha itt van az inventorimban. Oké, shift jobb klikkel megeszek egy ilyen energy bart, ezt majd úgyis le fogom rakni valamikor. A motorbicikli csak egy álom. Jó.
Hát ennyi kajám van, van egy kis kötözöm, szerintem én bekötözöm a sebemet. Négy, ez itt a HP, ez itt a kaja, ez itt a kitartás, ez pedig az oxigén, amire szerencsére nem lesz szükségünk. És akkor megmutatom nektek már most az első különbséget. Alapban a játékban van egy drónotok. Ezzel nagyon könnyen lehet építeni, mert hogyha magasan kell építeni, csak fölmentetek, mindent tud használni, ami a karakternél van kézi szerszám. Hátrány annyi, hogyha nagyon távol mentek, akkor egy idő múlva megszakad a kapcsolat. Látjátok így? De nem kell aggódni, ilyenkor egyszerűen újra lehet indítani. Van egy kis trükk, hogyha előhozzátok a drónt, nyomtok egy tabot az inventory-ba és vissza, akkor megjelenik a jobb felső sarokban a kis radarotok. Na most azok a piros sávok nem veszélyt jelentenek, hanem érdekes pontokat. És itt nekem meg körül kell néznem, hogy milyen hasznos dolgokkal tudom túlélésemet megtartani. Na ez itt, jobb klik, Resource Drill. Ez itt szilikon, amit alapban az F gombbal föl kell venni, hogyha kiszúródik, és ilyeneket fog gyűjtögetni meg növényeket. Sajnos lámpa, illetve háti rakéta csak az űrruhában van, nekem meg olyanom nincsen. Csak ez a kis túlélő szerkó, ami itt van rajtam, legalább a színei jók, ugye? De hát akkor is. Azért ugrálok, hogy lássam, hogyha van valami érdekes a fűben, ami nem műszíül. No, ez sima kő, ilyet majd még tudok gyűjteni. És ami nem virág és ilyen feltűnően nem úgy néz ki, mint a fű, azt érdemes leszedni. Itt a bal alsó sarokban a hitpont meg kaja meg ilyenek mellett látjátok, hogy mit vettem föl, és mindegyik ilyenél 100 tapasztalati pont XP is jár, ami elég hasznos dolog, mert a játékban van egy technológiai fa, elég nagy, és az ugye, amint látjátok, szintfüggő, és szintenként kaptok unlock pointot, amiből ki lehet lokkolni a dolgokat. Közben nézegetem is, hogy van-e valami hasznos, úgy látszik, hogy ez egy ilyen szilikon túltengéses szíd, ez a hármas világ, hármas szíd. Akkor még tudok nektek olyanokat mutatni, hogy ez itt a kis PDA-tok, ami rögzít mindenféle bizbaszt, ami eddig történt veletek, tehát ezt így ki lehet nyitni, és akkor így meg lehet egyenként nézegetni, hogy mik történtek. Sőt, még ugye végig is lehet játszani azt, amit én átugrottam. Ezek itt a feladatok. Ez itt a... Ha jól látom, ez a különböző fajoknak a missziói. Vannak a polariszok, ők elég jó arcok. A talonok semlegesek, az iraxok a köcsögök. Illetve itt mindennel kapcsolatban meg lehet találni minden információt, egész jó. Itt lehet a kis blueprinteket szortolgatni, meg nézegetni, hogy mik vannak. És úgy látom, hogy azért letöltöttem némi nemű cuccot. Well, tűszentést kivágtam. Szerintem nem örültetek volna, hogyha beletűszentek a fületekbe. És ahogy látom, ezek itt a alap blueprintek, amik egyébként is járnak. Valamint gondolom még néhány, amire föliratkoztam. Aha, ezek azok, amikre föliratkoztam, a kis fogaskerekesek. Ez meg mind-mind-mind beépített. Na, mert most ez valahogy úgy néz ki, hogy kiválasztjátok, és megnyomjátok ezt, akkor itt lesz egy kis ablak. És nem kell semmi blokkot kraftolnotok, meg ilyesmi, hogyha egy blueprintet akartok leszpannolni. Csak beleszóltok ennyi iron ingotot, copper, silikon, stb. 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 És hogyha megvan, elindítjátok, lejár ez az idő, ez a 24 perc, 26 másodperc, és akkor egyszerűen oda kattintotok a világba, és megjelenik a cucc. A probléma az, hogy se sátra, se semmit nem kaptam. Kicsit keményebb lesz a túlélés, ez a végpontos rész. Ez itt a bolygó, mondanám, ez itt a kert. Ott egy teleport station. Ez itt a bolygórendszer, ugye bolygó, holdak, aszteroidák, mindenfélék. Körbe-körbe, meg a nap.
És, mint már mondtam, hogy nem számít a bolygó méret, mert ez itt pedig a galaxis. Ami annyit tesz, hogyha nem görgővel is lehetne ezt így kijebb zoomolni, mert a görgőm egy kicsit erdja, hogy ez itt a játszható galaxis multiplayerben. Tehát minden egyes pötty az egy csillagrendszer. Ahol ugye vannak bolygók, meg holdak, meg és a többi, és a többi. Szóval a játék egészen enyhén úgymond kibővül, és hátor hiányának nem örülök, mert mint Minecraftban azzal lehet nappal csinálni, de elvileg, ha nem vagyok annyira borzalmasan szerencsétlen, akkor azokban a roncsokba tudok találni némi nemű hasznos dolgot. Csak előbb gyűjtöm azt, ami hasznos, a sima kő. Ilyen kis pöttyök vannak a kövön, az mutatja azt, hogy van benne valamilyen érsz. Na te mi vagy? Te itten egy roncs vagy, ami nagyon durván be van ásódva. Állj, szintet is léptem, majd nem soká jó lesz az még valamire. Dupla tap, hogy lássam a kis izét. Jó klik. Resource drill. Még ezzel még jobban körbe lehet nézni. És amit látjátok, nem hazudtam, tényleg nem ronda a játék. Ahhoz képest se, hogy mennyire levettem a beállításokat. Hát kicsit porzik sajnos. De olykor érdemes leásni és megnézni, hogy nincs-e valami beásodott tároló vagy ilyesmi a környéken. Próbálom magamat nem elásni, hogyha lehet, ha nem elmond. Hát, nem, nem. Itt azt kell, hogy mondjam, hogy nem voltam túlságosan eredményes, úgyhogy hagyjuk is. Lemegy a nap, jobb oldalt fönt látszik, hogy 1 perc 36 másodperc múlva fog lemenni a nap, és akkor hideg lesz, meg kellemetlen, meg minden baj. Most már szerintem elég növénykét gyűjtögettem, inkább teperjünk mohón. Ugye futni is lehet, csak az akkor zabálja a kis inventory-t. Na nézzük. Ezt inkább defense módra rakom, akkor tud lőni. Mármint úgy, hogy sebezzen is az ellenségen. És ilyenkor azt érdemes megnézni, hogy van-e valahol valami tároló. Van a piros kereszt, sárga háromszögre változik. De ebből úgy látom, hogy csak fémlemezeket fogok kinyerni. Nem látok benne igazán tároló funkcióra utaló jelzést. Oké. Okay. Csak textúrák. Itt van még ez a kis bütyő. Ugye van egy idő, ami kicseréli. Ezzel megpingeltek minden érdekes dolgot, és akkor megmutatja nektek, hogy mit lát a közérbe. Ott például van egy copper, érc, meg valami resource, meg ismeretlen waypoint. Így tudjátok felfedezni, hogy mik vannak a környéke. Hát jó messzire elmegy, hogyha még egy kilométeren túl is mutatja, hogy mik vannak. Na, mindjárt vaksötét lesz, és nem fog látni semmit. Próbálok egy sátrat keríteni, mert az úgy hasznos, hogyha lát is az ember, de az is hasznos, hogyha így gyűjtögetek. Lassan lemegy a nap. Oda nem megyek el, az egy nem működő roncs teleport station. Van benne tároló, de a frakció nem szereti, hogyha piszkálom, és akkor jobban fognak utálni. És mivel időnként kereskedni is kell, ezért szeretném, ha szeretnének. Pont úgy, mint ahogy a nézőimtől is minden körülmények között elvárom, hogy ne nézzék akkor a videót, hogyha nem szeretik azt nézni. Ne nézzük, hanem itt valami. Ez ilyen nézős téma. Hát nem volt eddig nagy szerencsém aholmikkal, de nézem, hogy mekkora kemben a dinoszauruszok koricálnak ott. Itt nagyon nincs ebbe se tároló. Nem akarok ráfanyalodni a teleport stationre. Légy, hol van még wreckage? Ott.
A nyúlon akarom mondani a teleport stationen túl. Igen, a szignál nem itt van, hanem egy másik pozícióból jön. Ők elvileg növényevők. Az az érdekes, hogy én a Jupiter holdja a Titán felé vettem az utat. Ja, persze lehet, hogy csapda, nyugtassál meg, persze. De hát mindenképpen meg kell nézni. Hát ez is egy tökéletes roncs. Kergessük a fehér nyulat. Na, oda nem megyek. Teljesen tisztán érthető okokból nem megyek oda. És ránk fog esteledni, hiper. Még jó, hogy itt van egy... Jó nagy pohár kóla. Mert ezt a játékot maximum pauzolni lehet. Ez a fegyver egyébként valami ritka fostos. Na most, hogyha lemegy a nap, és én itt maradok a sötétbe, az azért lesz rossz, mert a YouTube-on ott tuti nem fog látszani semmi, úgyhogy... Ja, ott a roncs. Néztem, hogy de hát ez nem is roncs, ez két szikla. Nagyobb roncsot kéne találni, abban elvileg eddigi tapasztalataim szerint van egy szökrény, és ama szökrényben lehet találni a hasznos tuffokat. Itt meg a nem hasznos tuffokat, mert itt nincsen baromira semmi, csak egyre sötétebb, és nem látok semmit. Egy kis minutum türelmet kérek. Ó, basszus, pillanat. Szóval annak önző érdekében, hogy legalább én lássak valamit, felraktam a másik monitorra egy jó sötét hátteret. Nem, ez nem szeretlek görgő, mondtam már. Az ott mi? Iron? Na, itt végre van Iron. Még hogyha minden másban pekesebb is ők. Ettől meg az elején marhára paráztam. De csak egy növény, amit le lehet szedni. Resource, resource, wreckage. Wreckage. Nézzük meg ezeket a wreckage-eket. Legalább egy lámpa lehetett volna a túlélő felszerelésbe. Ha megcsináljátok a tutorialt, akkor annyi bonuszt kaptok, hogy... Na, lehet, hogy ez az. Csak itt most már nagyon nem fogom azt látni, hogy mit nézek. Aha, hát lehetett volna. Jaj, itt már voltam. Pitty. Ott is van egy wreckage. Ahhoz képest, hogy nem látok semmit, azért látok. Most leszedtem egy kék növényt, csak magára nem látszott. Na, azok elvileg békés dínók. Na, 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 itt már legalább egy lépcső van, ami a semmibe vezet. Itt az azért már valami, nem? Nem. És tényleg, Józsi, ne adjatok ki hangokat, mert megijedek, és akkor ki tudja, mi fog történni. Jaj, de mekkorát ugrottam, mekkorát nem lehet megugrani. Most a másik lehetőség az az, mivel úgy se látszik annyira semmi. Ja, na és szóval elvileg azok a csillagok, azok minden egyes csillagra el lehet utazni. 10 perc múlva lesz megint nappal. Hol a répába lehet ez a cucc? Ott is egy wreckage. Meg egy pókfészek, hát mi más? Óriás pókfészek, kutya nagyságú pókokkal, na jó, de nem megyek vissza még egyszer. Tudom, hogy ott már voltam. Nézzük meg ezeket a remek romokat, lehet, hogy először ide kellett volna menni. Jó van, jó van. Én csak itt sétálgatok. Egy turista vagyok, ne aggódjatok. Egy kicsit most már futok, ne. Igen. Na, itt már voltam. Szerintem igen, de mit tudom én. Igen, volt ez a sugárvédelmi bizbasz, itt is voltam már. Mindig optimistán előveszem a bontómat. De természetesen sehol semmi. Mindig jobban be akarok pingelni, erről is le kéne szokni.
Azt ott már megnéztem, ugye? Azt át nem tudom. Megnézem még egyszer. Valamint shift jobb klikkel letolok egy kis kaját, mert egyrészt éhes vagyok. Másrészt meg ott látszik, hogy még 79 idő van hátra, amit végleg meg nem romlik. Mondjuk annyira nincsen borzasztóan sötét szerencsére. Ez egy másik sugárvédelmi cucc. Itt se látok nagyon tárolót. Fontos az, hogy így gondosan megnézzük, hogy mit kell vele szüttyögni, éjjeli lepke. Sajna kicsit olyan érzésem van, mint hogyha egyfolytában ugyanazt járnám körbe. De itt nagyon jó az érzleosztás, ezt szeretném, hogyha ez alkalmas lenne. Ez a beacon. Hát ez se nagyon az a roncs, amit reméltem. Na jó, ez az, amit kiástam, mint állat. Nem, mint hogyha még világosabb is lenne. Jó, hát a pók, ez legalább fém erőforrásom volt az előző próbálkozásomban. A pók nest. Ja, és persze tudtok olyat is, hogy van egy kis kézi készülék, amivel legalább tudtok gyártani mondjuk 10 energy bar-t, egyszerre kettőt lehet. Ehhez pedig kéne iron ore találnom, ami nincs. Nem tudom, hogy a karakter szeme szokott hozzá, vagy följött valami volt. Most kicsit, mintha világosabb lenne. Blünnyel. Resource, resource. Na, hát akkor elkukkantok én idáig. Elvileg, amikor fogy a staminád és regenerálódik, akkor sima kő. Vastartalmú követ kéne találnom. Szóval akkor fogy a kaja. Minden követ meg fog nézni, bakker. Lőny. Na az lesz az. Jó felé. Végre 78 egyára jó felé jöttem. Már tényleg csak egy vastartalmú követ. Lenne nagy-nagy öröm találnom. Akkor már minden oda kell eljutnom. Ami nagyjából északra van. Gyere apuhoz. Nem vastartalmú kő. Ez rész, nem. Ez egyébként nem olyan rossz ötlet a játéktól, hogy legalább egy kicsit világosabbá teszi a sztorit. Ahogy kinéz a táj, az elején nagyon-nagyon durván sötét volt, de lehet, hogy itt a szabadba rádob egy kis világítást. Na, iron tartalmú szikla. Szóval jó, mert itt lesz a közelben egy tau. Ez az, ez az. A kék mintás bizbasz, az kell nekünk. És ebben a játékban csak azért nem lopakodok, mert ugye, mint mondtam, még nem lehet benne guggolni. De majd lehet, csak még nem. De majd igen. Nos, technológiai fa. Nem is tudom, hogy ez túl vagy miszk. Van 25 pontom, amiből nagyon szépen ki kéne nyitnom ezeket. A hordozható crafting table-t, aminek nem kell épülethez csatlakoznia, illetve a hordozható melegítő hűtőt, ezek a legfontosabbak egyelőre. Többi még várhat, illetve hogy most már ilyen szépen kilokkoltam. Nem tudom, mennyi iron ore-om van. Copper 3, iron 3. Ehhez egy iron kell, ehhez meg 3 iron ore kell. Hát, ebben az esetben megfagyok, de a konstruktor az kell. Mert ha állok még iron ore-t, akkor csinálok hűtő-fűtőtestet. Na, azt mondjuk pont olyannak néz ki. Jaj, köszönöm játék, hogy fémet raktál a libém. Yeah. Puty, puty. Aztán miután ráérzünk, hogy milyen én szerintem, ezt nem is fogom abba hagyni. Ennyire van tele az inventory. 117 az 500-ból. 350 kg-mal mászkálok.
tényleg egy spéci ruha. Kopi. Na és akkor most szerintem pingelek egyet, bár szerintem ez lesz az aroma, amit kerestem. Na, gyere a puhoz. Fling! Aha. A nagy rom. Én meg a barom, hogy hagytam magam ledobni erre a bolygóra. Nézem, hogy mi az a fénypont, ami közeledik, de úgy látom csak egy aranyos kis molylepke. Csak a csúnya nagy, kutya nagyságú pókok, azokat nem szeretem. Na, ez a nagy roncs, ami nem az, amit kerestem tulajdonképpen, de nagyon remélem, hogy nem is az, amiben a kutya nagyságú pókok vannak. Ah, és itt bent szokott igazán sötét lenni. Érdekes, ez egy másik roncs, mint amit a múltkor találtam. Az is érdekes, hogy a tökömig se látok. Ott volt egy pillanatra egy más alakú kúzor, egy pillanatra, vagy mégse? Hát mégse. Ebből egy csomó hasznos dolgot ki tudnék venni, különös, hogy nappal lenne. De nem ez az, amit keres. De, hello, oh baby. És nincsen sátor mergenyó. Van viszont egy kór, ami nem kell. Ez a pisztoly, ez kaki. Motorbike Construction Kit. Köszönöm. Ez is. Az zöldségfélék megmaradnak. Hát ez nem az, amit kerestem, de nem annyira bitangosan, szemétszarosan fostos. Akkor menjünk be egy olyan helyre, amit látunk is, hogy mi történik. Igen, te gyere ide a kajához. Szerintem meg is kajolok egyet csífjoklikkel. És itt van az első hordozható konstruktor. Sátorhoz mi kell? 10 plant fiber. Az nem lesz könnyű sötétben ilyet keresni. Viszont van egy consustor, ezt pedig akkor kéne csinálnotok, ugye, hogyha nem lenne oxigén a bolygón, de van. Szóval 10 növényi rostot kell összegyűjtenem a sátorhoz. Jó, tudni. Én viszont kérnék még egy ilyen hordozható építőt, mert ez ritka jó dolog. És akkor állapítsuk meg, hogy nem, ide nem tudom lerakni. Ja, ha mégis tudnám. Akkor keressünk egy, mondani akartam, hogy keressünk egy szimpatikus lukat, amibe belepakolhatunk, de egyből bele is estem. Hogy legyen a szimpatikus lukunk? Ez itt lukas luk, ugye? Igen. Szolvans. Kibontom ezt a két peremet, és ez lesz a gyönyörűséges ajtó a gyönyörűséges bázisomra. Így. És akkor hetes. Kérek egy hetest, köszönöm. Földre ugyanis le lehet rakni, és végre van egy kis fény, és látunk valamit. Ti is, meg én is. Egy hangyányival többet. Na, gördör, rámegy. Rámment végül is. Akkor ide lerakom ezt, kész lett, talán a másik, nem még készül. És akkor ez az a téma, amiben gondosan belevagdosom az összes ilyen répa dolgot. Sajnos még ezeket is. 80 basszus, még 2 kér lett volna. Nem tudta kivárni. 4. Meg az üzemanyagot, meg ebből. Ez itt mind tönkre fog menni, meg megromlani, hogyha nem csinálok időben hűtőszekrényt. Itt viszont már látszik így távolról visszatükröződve ez, úgyhogy ezeket nem, őt nem, amit most úgyse fogok használni, azt szépen belepakolom meg ennek a felét is. Jó. Kicsit hektikusan, de azért indul a túlélés, már van egy minimális mennyiségű fényünk, csodálatias, és egy crafterünk, ami szerencsére önellátó. Nos, elvileg ezekből a motoralkatrészekből, ami ez tulajdonképpen csak egy iron ingot kell, tehát nem olyan nagy vasszizdasz, össze kéne tudnunk rittyenteni egy motort. Itt van. Ui! Na ez a másik előnye a Space Engineers-szel szemben, hogy van egy ilyen kis kakitok, ott a sátor, hát ebéna vagyok, én itt rívok, hogy nincsen sátor, és van.
Na jó, Léci, ne mondjátok el a többieknek, jó? Körbe fognak nevetni. Jaj, de csuda jó, hát itt van a sátor. Belemegyek, és már nappal is van. Nohaj, csicseregnek a madarak. Kivakul a szememmel, hozzászoktam a sötétséghez. De itt vagyunk, szóval ezek a kis bizbaszok, ezek elvileg nem fogyasztanak energiát. Ez később még hasznos is lehet az üzemanyag előállításnál. Jó, akkor mennyi ide van még hátra? 6? Az nagyon kevés. Valami gyógyszer tudok csinálni? Ez plant fiber, meg protein. Jó, egy kötszer, két kötszer. Összes többiből csináljunk kaját, mert ez 90-ig bírja, bármi is legyen az. A többi meg szépen csendben meg fog penészedni, de nem kell aggódni, mert azt is lehet használni valamire. Túlból, hát nem igazán. Blokkokból, na az majd. És egy kicsit okosabban akarnám majd megcsinálni az építkezést. Azért vagyok ilyen óvatos. Következő lejön Space Engineers-hez képest. Ezek ugye az alapanyagok. De hogyha innen kiválasztasz valami témát, ó, és többi nem tudok hűtőszekrényt készíteni, jó van. Ilyet szeretnék majd, meg ilyet szeretnék, meg még egy pár ilyen dolgot. Szóval nem kell egyenként lekraftolnod az alkatrészeket, hanem véres lelki nyugalommal szépen nyugodtan itt rányomsz, és ő szépen itt sorba rendezi az alkatrészeket, és aztán lekraftolja a végterméket. Hogy ez a rész egyszerűsítve van. Oké. Akkor szerintem legyen ez úgy megoldva, hogy én itt nyomok egy olyat, hogy map. Ennél jobban nem tudok ránagyítani, így. Jobb klik, kérek szépen ide egy V-pontot, amilyen kis házikós, és az a neve, hogy Home, nagy betűkkel, hogy mindig megtaláljon a cert. Elvileg ide rakott a, oda a földszíne alá, de rakott egy ilyen kis cuccost. Most a bázis, mivel ha már ilyen törp, ó, és látom, hogy hogy néz ki, hát hölgyeim és uraim, ezen csodálatos, hogy az ember nappal lát. Akkor most gyűjtök egy kis fémlemezt, remélve, hogy mindez nem omlik a fejemre. Az jó dolog, hogyha nem omlanak dolgok a fejedre, mert akkor nem törik be a fejed. Megnézem, nem tároló. Minden blokkot szabadon lehetsz kinezni. Azt a nézzétek, milyen szép lila bolygó van ott. De ami nekem igazán kell, az az üveglap téma. Ez persze nagyon ineffektív, ez a fajta szálvázolás. Nem ad vissza korán sem annyi cuccot, mint amennyit visszaadna. De hát legalább visszaad valamennyit. Ezért hajtok így rá az üvegtáblákra. Oké. Van-e itten még valami érdekes? A jobb alsó sarokban mutatja, hogy mi az. Ja, és természetesen, ezt meg fogom mutatni építés közben, ha mondjuk egy sima kockablokkot a kezetekbe vesztek, és le akarnátok rakni, jobb klik, és rengeteg fajta formája van. Elképzelhetetlenül sok. Ezeket innen most nem bontanám le, mert bár nem segítenek abba, hogy könnyen egy kilátó helyre jussak, azért mégiscsak, de nézem, hát ha van itt még valami titkos rütyő, ahova föl tudok mászni, de természetesen pont úgy vannak a lejtők megoldva, hogy az nekem ne legyen jó. Baj? Kihívás elfogadva. Vigyázni kell, mert statikus a dolog, és a leváló holmik, várjunk csak, ezt nem biztos, hogy jó ötlet lebontani. Szóval a leváló holmik azok leesnek, föl tud őket venni, de belül nagyon-nagyon keveset fog csak visszakapni. Szerintem ez a kinyúló csúcs sem fog ide kelleni. És a fizikai munkák művelői, élvezői, azok szerintem nagyon nagy örömmel hallják ezeket a hangokat, ami tényleg olyan, mint hogy ezt csákányan vernétek szét egy vaslemezt. Rá is gyújtok, igazi szakinak tűnjek. Jó, hát itt tulajdonképpen csak ennyi van, de hát ez is elég hasznos. A játék még mindig tetszik.
A repülőlények eddig még nem támadtak meg, és madaraknak tűnnek, szóval furcsa egyvelege a játék, jó? Falling damage-et nem kaptam. Furcsa egyvelege a játék a földi és az idegen környezetnek. Nem tudom, melyik bolygón vagyok, hogyha 8 percre volt tőlem a lehetőség, hogy a titánra eljussak, mert ez tuti nem a titán. Jó. Na, akkor megkuksizom, mi kéne ahhoz a fondorkodáshoz, amit akarok. Kéne egy solar panel, egy hűtőszekrény, meg egy kapacitor, mindegyikhez a nanotúb hibázik. Generátort tudok csinálni, kis fuel tank van, viszont ezek a kis színes pöttyök, ezek azt jelzik, hogy milyen fajta cucchoz. Bázishoz, nagy hajóhoz, kis hajóhoz, vagy pedig antigravitációs lebegő hovercrafthoz jók, és nekem a piros verziója kéne. Úgyhogy most következik egy hosszú, izgalmas, köveket verek szét, és növényeket tépek ki a helyéről, cucc, jócskán tudva, hogy a kitépett növények hamar megpusztulnak. Ehhez szükségem lesz gonosz motorbiciklire, amit balklikkel lerakok. De miért ne ugrotta volna át az egyes, nem igaz? Így F-fel fölpattanok, mert a Q meg az E, és ez úgy néz ki, hogy előre mész, hátra mész, és jobbra-balra kanyarodsz, tehát egérvezérlés az nincs. Ez csak is arra jó, hogy gyorsan tudjál menni. Ebből én ki tudok venni pont fibert? Szerintem nem. Ahhoz ványat bokrokra van szükségem. És léci sikítsatok, hogyha óriás dinoszauruszt láttok. Mert hát a fogazata alapján ő nem növényevő. Valami ugrált a fűben, de hát hogy csak egy pillangó volt. Ez itt túlzá tűnik. Mint egy vasérket tartam az oszikla. Köszönöm. Úgy. Ronda bokrok, de nem ezek a kékek kellenek, hanem a tényleg nagyon ocsmondák. Viszont az a helyzet, hogy ha nem veszek fel növényeket, akkor meg nem nő az XP-m, mert arra nincsen sok esély, hogy ilyenkor lenyomjatok valamit. Lenne még egy lehetőségem az, hogy túlmentem. Szóval csinálok egy láncfűrészt, mert a fákat ki lehet vágni láncfűrésszel, és az hatalmas forrása a plant fibernek, csak hát olyan technológiám egyelőre még nincs, hogy én így összerakjak egy láncfűrészt, ugyan már én csak egy biztonsági főnök vagyok, nem egy nyomorult mérnök. Most akkor a kék növényeket mégis inkább kihagyom, belülük azt hiszem semmit nem tudok csinálni. Tengerparton szokott lenni még hasznos növényzet, illetve azon kívül még robbanó lövedékeket lövő hegyi nagyságú pók, meg olyan mászkáló nyálkat, úgyhogy szerintem innen egyelőre tovább állok. Nem azért, mert gyáva vagyok, de érdekel. Növényi rostokra vágyik a kis szervezetem, és ez is olyan néha kék volt. Ezek itt... nem. Ezek se azok, ezek csak ezek a hotdog-szerű bizbaszok, amiből tudok kaját csinálni. Minden esetre addig csinálok hotdog-szerű bizbasz kaját, de növényi rostot nem tudok. Csináld azt a kaját, szakorát. Persze akkor fog dobni egy hátast, hogyha kaja helyett növényi rostot is tudnék belőle csinálni, de erre most ne gondoljunk. Nem kellenek a negatív kisugárzások, a negatív hullámok, gondolkozunk pozitívan túlél. Itt például van egy gyógynövény, ami meg fog rohadni, hogyha leszedem, de viszont úgy vettem észre, hogy ezek idővel kinőnek, úgy tudod, hogy leszedem. Legyünk bátrak, legyünk dicsők, keressünk ványat bokrokat. Meg sem néztem egyébként, hogy tényleg az kell-e a nanotúbhoz. Na, itt van egy ványat bokor végre. Hello, ványat bokor, veszed a barátom, a növényi rostjait kellenek.
És már negyedik szintű vagyok. Na ő az a nagyfokú. Nézzétek meg, hogy szerintetek ő barátságos lenne? Szerintem nem. Itt viszont van nagyon sok. Igen, jó, elég messze van. Remélhetőleg a gyorsulása nem olyan jó, mint a motoromnak. És minő nagyszerűség, hogy pont az otthonom felé tud tartani. Ó, elfelejtettem valamit beállítani. Előzzük meg gyorsan, nem érdekelnek a növények. Futjanjunk el oda, hagyd békén az otthonomat, nagy darab búfák. Alig tudtam összeszedni. Ja, de nem kell még rajta beállítani, most jut eszembe. Ami kell, azt tolni egy szívet, mert aztán akkor meg nem tudok hazajönni, aztán akkor meg mi van? Hát semmi, főleg. No, minden esetre, hogy most ezt legyártottam, ide rakom neki, hogy ne érezze magát egyedül. Beletolom az összes ilyen bügyőt, és nézzük, most tudok-e csinálni, igen, egy szolár kapaszitort szeretnék köszönettel. És még egy napellemet is, meg egy hűtőszekrényt is, hogyha nem kerül túlságosan nagy problémájába a nagyságos úrnak. Valamint sífjoklikkel tápolok egy ilyet. Ez is többet adott vissza, de lenerfelték. Egy pillanatra azt hittem, hogy pont itt volt. Na és itt is van még egy jó kis szusz, de előbb összeszedem ezt a fémet. Egy károsodott overbike. Ja, egyes. Amit helyre tudok állítani, és akkor egy kicsit jobb eszközt kapok, mint a motor. Nem azért, mert a motor olyan fóstos lenne, de gyorsabb is, tároló is van benne, meg ilyenek. Erre még vissza fogunk térni. Mert én is csak azért vagyok ilyen okos, mert megnéztem egy végjátszás elejét. Spencsitől, Spanyi, magyarosan. Ő eléggé szereti ezt a játékot, eléggé ért hozzá, és tök jó tanácsokat adott. Tőle tudom ezeket a trükköket, például egy drónzenmódban a dupla tabnak köszönhetően látod a radarodat, és nem látod. Ami ugye hirtelen halál eredményezhet. Ott volt egy vastartalmú cuckár, hogy nem tudok kisebb sugárban fordulni, de majd oda megyek gyanúgy. Nem mint hogyha bérlet ellenőrök jönnének, tehát ne sírjanak rám. Egyébként néztem filmeket, tudom, hogy eretnek dolog, de úgy érzem, hogy a Star Warsnak az új része nem is olyan bitangosan szemétszar, már mint a legújabb a Skywalker. Persze ugye abból kell kiindulni, hogy ez egy érzelmi alapú mese, meg az sem kizárt, nem tudom, hogy tudtok-e válaszolni rá esetleg, hogy létezik belőle több verzió, mert ez úgy nézett ki, mintha kijavították volna azokat a hibákat, amiket korábban utáltak volna az emberek. De tudok fordulni, igen. Kérem az XP-t, mert nagyon jó gyűjtögető vagyok, vadászhalász gyűjtögető. Csak a vadászhoz még nem merek hozzászólni, a halászat meg nem tudom, hogy létezik-e egyáltalán. Jó. Kilokkoltam egy pár dolgot, úgyhogy nézzük már meg, kitoklokkolni egy pár dolgot. Wireless connection, ez nagyon jó cucc lesz. Nem kell átcsövezni a dolgokat, hanem wireless, mint ender chestbe át tudnak menni a dolgok, szerintem marha jó. És a láncfűrész kivallokkol, hát akkor mégiscsak tudok csinálni láncfűrészt. Nagyon jó, kis generátor. Kis fuel tank, kicsi kargó, mindenből csak kicsiket csinálunk. Scrollozok lefelé, mint a büntetés, csak a görgőm nem akarja elhinni, hogy tényleg lefelé akar scrollolni. Oké, egy ilyen detektort is kilokkolok. Járműre külön kell tenni, hogyha így pingelni akarsz. Spotlight az van rajta, úgyhogy ezt most nem lokkolom ki még egy pontért se. Harvester, hát nem vagyok hozzá kicsi, de arra a kis járműre egy harvester szerintem sok. Pici thruster, ez kell, ettől tud fordulni.
illetve hogyha fejreállt, akkor az ugrás, illetve a bal shift-tel visszaáll. Kis trusted, azért kilokkolom a disznóság kedvéért. Azt hiszem fegyverzet ugyan már. Mikor fog kéne fegyverzetet rakni? Piha. Még a bázisnál nézek körül egy picit, most görgőmentesen. Hát. Még ezt lenne kedvem kilokkolni. Ezt majd csak ötödik szinten tudom. Elevátor, azaz lift. Fények, kicsi konstruktor. Az is hasznos. Ez pedig szinte szükséges, és úgy hallottam, hogy köhintett mellettem egy dinoszaurusz. Remélem ez nem így van, és a kajakészítő. És akkor így azt hiszem, az alap dolgokat ki is lokkoltam. Lenne még nagy solar panel is. Őszintén nem tudom, hogy tudok-e ilyet építeni, de rögvest ki fog derülni. Pitty! Vissza a mocira. Poszthús. Közben még persze a motor az nem fékezve egyből, úgyhogy azért szállok talóra mindig, amikor már eléggé le van lassulva. Itt még valami film még az inventorimba dologra bőven. Netán egy kis rezet, illetve szerintem egy kis követ mindenképpen vissza. Négy, az ugye nem ritmaság. Na, az ott nagyszerű. Csodálatias, téged leszedlek, hát jön XP, téged kibányászlak. Annyira azért nem grindolós a játék, tehát ezeket az alapkis témákat egész könnyen, mármint a hozzájuk való erőforrásokat elég könnyen össze lehet gyűjteni. Egy, egy. És akkor most már viszek sima követ is. De hát el tudom tárolni, nem úgy, mint a kaját, ami nem soká megkurhad. Jó. Ja. Inkább menjek vissza a motorhoz, ugye? Mert az aztán gyorsabban tudok menni. Ha viszont elmegyek, akkor rettentő módon vissza kell hozzá sétálni. Legyünk optimisták. Legyünk. Leszedek én minden növényt. Á, egy kis szilikohna. Köszi. Egy kis kő. Ebből tudok betondarabokat építeni, ami eléggé használható dolog. Na, itt van egy ilyen függőleges kinti répa. Még egy kék nyűszöge. Még ezt a követ is felszedem, mert... Ó, ez ráadásul... Iron! Remélem a rezem elég lesz ez a sok mindenhez. Köszönöm, köszönöm. Még aminek örülnék, az bent fiber, de... ezt a kis csofat bokrot a legnehezebb dolog észrevenni. Mondott a normál, és talált egy csofat bokrot. Hányat kaptam? 8-at! Ez nagyon jó, az nagyon tápos, hogy 8-at ad. Egy kis függőleges répagyűjtés. Köszönöm. Fogy. Hát, ha ullockolni tudok még valamit. Persze egyre lassabb és lassabb a szintlépés. Réz? Nem réz, ez mint kő. Mondhatni, hely mi a kőtyúk a pókend? Az ott egy bokorot bent. Nem, ez csak egy más alakú fű. Na, előző pályán rengeteg rézsziklát találtam, és rengeteg áront. Fogy, fogy, köszönöm. Piros pöttyö szikla, ott van. Vagy hát nem tudom, milyen rózsda barna, de ez a réz. Köszcsi, köszcsi. Köszcsi. Még egy kis áron, mert miért ne? Ez
nézem az, hogy mik mászkálnak ott, növényevők vagy a nagyfogú. És akkor most vagy felfal a nagyfogú ebbe az irányba, vagy nem. Vagy lenyomom a motorra, hoppá, 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 hoppá. A motor annyira gyors. Akkor nem megyek fel ilyen dolgok mellett. Mint például ez a virág, amiről azt hittem, hogy egy szilikon, de nem az. Hagyjál még, én csalódtam benned. Ez. Meg az ott. Jó. Én remélem, hogy a nagyfogú ráizgul a növényevő csordára inkább, mint reám. Az ehetetlen kis bázisomra. Azt mit lehet tudni, akkor a fogai vannak, lehet, hogy fényben. Na, az a dinoszaurus semmiből feltűnés, ott van. Szerencsére nem annyira közel még. Na, tudod, mint eljövök ideig. Az ott nem egy olyan bokor. De! Ráadásul kettő. A kezdő bájom egyébként direkt olyanra van megcsinálva, évileg, hogy könnyebben túl tudjuk élni benne. Jó, ez így már szerintem nagyjából jó lesz. Úgyhogy hazafelé azon gondolkodám, hogy ezt még fölveszem, rég nem látott anyám. Hopp. Mindent is érdemes begyűjteni. Tehát még akkor is, hogyha rád romlik. No. Rá van szedve. Különös tekintettel arra, hogy másnapra újra terem. A Misi Mókusban az örökké termőfa. Kérdés, hogy milyen bioszféra van itt, hogy csak úgy kitolódnak újra meg újra. Aj, de közel vagy hozzám, te rohadék. És itt a Shift F-fel tudjátok fölvenni. Ez semmit nem fog érni ellene, hogy úgy dönt, hogy megtámad. Ne dönts úgy, kérlek. Na, kérek annyi fuelt, amennyit tudsz csinálni, tőled pedig kérek félve, arrafele nézegetve egy láncfűrészt. Menj innen, nem szeretlek. Ó, és elmegy. Annyira rendes lemető, nem paráznám itt szét a fejemet. Amíg az ott készül, addig itt néhány vaslemezt bedarálok. Lehet, hogy előbb esz, mert nem tudom, hogy ez így csatlakozva van-e, vagy nem. Ott bal lent mutatja, hogy szedegetem fel a vaslemezeket. Kicsit remélem, hogyha nem nézek a dinó irányába, akkor nem jön ide. Eltűnt! Beásta magát. Kikerült a betöltési határértéken kívülre, vagy bármi, a lényeg az, hogy ne lássam, mert parázol. Jó, hogy ez nem kell külön energia, a ráncfűrés, ez már kell. Jó, messze vagyok hozzá. Oké. Még ezeket a húrcsimákokat innen kicsákányozom. Jaj, de jó. Oké. Írtó sok vaslemez. Föl. Ezeket közel belepakolom. Egy. Itt még van ennyi fiber. És akarok-e még valamit? A láncfűrészt azt mindenképpen köszönöm, igen. Hűtő, szolár és kapaszitor az maradjon egyelőre ott. Tudok-e még egy e-szolárt csinálni-e? Igen. Ezzel már elvileg el fog működni a hűtőszekrény, nagyszerű. RCS, ahol ilyen is kéne egy RCS. Egy kis generátor, és egy kis fuel tank. És egy szkenner. És egy kis cargo box. Na ennyi a reménysége. Ez még kettő? Ebből én csak
Egyet kérek, nem kettőt, aztán még nem tudok más csinálni. Ebből meg elvileg meg lenne a bázis energia ellátása. Oké, van három ilyen. Hát szerintem én ezt is visszateszem, mert lehet, hogy kelleni fog valami, ez nanotúb vagy ilyesmi. És ez meg nem működik. Működj. Működj. Elvileg. Na jó. Shift F. Valamikor elfelejti. Ugyanis. A craftingot. Na, föl. Ja nem, balgom. Föl. Egy, kettő, három, négy. És kérek szépen. Egy, kettő, fiút léci. Köszi. Na, csak szépen kellett jönni. Jó, na és itt látjátok, hogy először készíti a nyersanyagot, motort, meg a nanotúbot. És aztán abból lesznek ezek a cuccok. Ja, és még követ is kap. És ezzel még mindig nem elégszem meg, mert ha már kockákat csinálok, akkor... Aha, itt van, betonkocka. Csinálj 20 betonkockát, mert azt nehéz arrébb vinni. Na! Akkor most van nekem... pillanat. Szóval van nekem egy láncfűrészem és egy motorom. Ez már úgy elég metálnak hangzik. A láncfűrészt betöltöm. Igaz, hogy csak üzemanyaggal. És elmegyünk egy kis láncfűrészes mészárlásra. 1 perc 19 másodperc van, amíg fönn van a nap. Az gond, hogy ennek ilyen kék a fény és minden szikláról azt hiszem, hogy ki, hát ez Iron, közben meg nem. Itt vannak ezek a gyönyörű, csodálatos fák, hogy hagyjuk itt a léptünk nyomát a háborítatlan természet lágyülén, és írtsuk ki őket, hát nem. Hát mit csinálnak a humánok, de jó! Az a kérdés, hogy elbírom-e a fát, mondjuk egy olyan kettőt, aztán megjavítom azt az icipici kis hovercraftot. Jó, hát még egy fa belefér szerintem, még egy belefér, ha nem, de. Ne legyenek itt azok a vacakrákfókok, amik nem a kutyanagyságú fókok, akik veszélyesek, de időnként rápróbálnak az emberre, hogy ja, finom, nem finom, azért beleharapok, mondjuk leharapom a fejét, és akkor bizony vissza kell jönni a hátizsákért, ami itt marad egy ideig. Jó napot kívánok, értem, kedves nagyfogú elvtárs, már itt sem vagyok, ennyi favágás elég volt nyilván. Most viszont már nem kellenek a kis nyűszüge bokrok, azon szilikon depozitot találtam. Nagyon jó, nagyon ügyes vagyok. Ügyesen megtalálom a szilikon depozitot. Viszont azt hiszem már mind a három fajta alap erőforrást megtaláltam. Ugye szilikon, vas és réz. Ó, és közben nem tudok menni, hogy választok. Jaj, de szép nagy dinoszaurusz vagy, hogy vegyem a szívedet. Már megyek is innen. Úgy emlékszem, hogy ez a fajta, ez növényevő, de ne teszteljük le, hát, hogyha ezen a világon ez másképp működik. Jó? Jó. Akkor ezt megbeszéltük. Szeretem, hogy ilyen hallgatólagosan egyetértetek velem mindig. Ez jól esik kicsi szívemnek. Nagy. Anyjuk, meggyöttem a bódból, meghoztam az erőforrást. Valamiért, hogyha nyomva tartjátok az ugrást, egy idő múlva sokkal nagyobbakat ugrik, sajnos air control elég furcsa benne, vagy talán nincs is. Hopp! Nézzük, 62 ilyet gyűjtöttem, és mindjárt tönkre megy. Akkor ebből, ó, tudok ilyet, antibiotikus kence jöhet.
Valamit ketyereg a környéken, ne ketyereg Józsi, ne ketyereg, mert egyrészt hallak, másrészt fosok, mi ketyeregi. A bunkón egy dinoszaurusz legalább eltűnt, ez a minimum, ami kérhető. Ezt nem is tudom, hogy ezt kivegyem-e vagy ne. De most gondolkodok, akármilyen szokatlan is ez tőlem. Gondolkodok, de most igen. Hát szerintem kiszedem. Es, nem szeretlek. Eddig szerettelek, de már elmúlt. Hogy? Téged se szeretlek természetesen, miért is szeretnélek, hogyha őt nem szeretem, nem igaz? Hát de... Jó. A hangok a csicsergés mellett. Aha, és beindult a cirpogás, úgyhogy még nem. Most jön ugye a cseles rész, hogy egy fából lesz három üzemanyag. Kérek tőle 30-at. Elkezdett csinálni ugye a kis füvet. És így el fog telni az este. Ergó reggelre már sokkal több üzemanyag fog várni. 3x7, 21, 1, 2, így. Csináld, bébi. Köszönöm. De berakom a maradékfát, meg a követ, meg ezt. És akkor jöjjön a pici cucc helyreállítás, a többi holmi az megpúrhathat, hűtőszekrény nélkül legalább lesz sok finom penészes cuccom. Na jó, azért lehet, hogy legyártatok még. Tudok még ilyet? Nem. Viszont ilyet tudok, van protein, csinálj 10 ilyet, és utána a maradékot kraftoljuk el ilyenre, mert az tovább tart. Rendítsek. Na akkor hol van a pici lebegős cucc? Ja, és még be kéne pakolnom egy pár holmit. Kis lebe, ott van damaged hoverbike, oda fogok venni. Csak előbb... mindent le tudod kraftolni, nagyszerű. Nagyszerű, csodálatias. Ezek őket később rakom be, generátor, ez RCS. Ugyanígy, jó? Na megijedtem, mi volt ez az uttyanás? Így. RCS detektor. Én lehet, hogy gyalog is meg tudom lépni, de azért megyünk inkább motorra. Nem azért van a motor, hogy ne használjuk. Kicsi károsodott hoverbike. Csak a bűrödet tudnám lenyúzni. Ó, ott van a nagy brutyó. Nem a motort akarom lerakni, hanem azt szeretném csinálni, hogy szalvás. És akkor... Ott van neki hely, oda berakom. Őt. Flottya, ettől jobban tud fordulni, ugyanis teszteltem, hogy nem tudta jól fordulni. Következő az a fuel tank, szerintem. Nem, a generátor. Nagyon ügyesen jelöli, hogy generátort rakd a G betűhöz. Flottya, ott van. A fuel tankot, a hetest pedig rakd az F betűhöz. Frankó. Akkor még ezt a detektort kéne rárakni, amit én szerintem simán ide fog vigyeszteni lelkiismeretlenül. Oké. Okay. Most ebbe bele tudok nézni, belerakni annyi üzemanyagot, amit nem szégyellek, még egy kicsi hadd menjen bele. Jó, ugyanezzel ki is lehet venni ilyen üzemanyagként. És itt van még ez a frankó kis cargo box, aminek az installálása nem lesz olyan könnyű. Itt tudom ki bekapcsolni, és már működik. Szeretném, hogyha te Publix lennél, és az, nagyszerű. Nagyszerű, ugyanis a public járműveket elvileg nem támadják a drónok, illetve a bázisukat se. Csak ugye egy népes szerveren ez nem biztos, hogy jó ötlet publicon hagyni, mert a drónok nem támadják. De valaki jól ellopikálja. No, 5-ös. F5. Dupla tab. Hol van az a nyomorult?
óriás Tyrannosaurus sehol nem látom. Ami vagy jó, vagy rossz, de valószínű, hogy rossz. Szeretnélek szállásra rakni, és végtelen óvatossággal kisuttyantanám ezt a blokkot, azért, mert akkor ez a blokk oda gond nélkül befigyel, ugye. De ez csak ilyen pici, nézzétek, hát jobb klik. Nézzük. 382, 125, 192, 500, 125 sú, ott a negyedik volume capacity, ne legyen ez. Hiszen ez kétszer akkora. Oké, okay. Nem a page up, page down, hanem a insert és dell-el megváltoztatom a forgatott tengelyt, már hogyha hagyja. Milyen irányba állsz, Józsi? Ja, jó pont, jó irányba. Oda, beteszlek, és kész. És már jó sok cucc fér bele. Én is be tudok szállni. Fölnyomattam az energiáját. Felemelem egy kicsit, hogy ne menjen neki mindennek. És kaptam egy tök gyors kis járművet. Sokkal gyorsabb, mint a moci. És aránynak sokáig bírja, és van benne hurcoló képesség, tehát most ezzel járatok gyűjtögetni, ugye nem szabad elfelejteni, hogy van külső nézet, amit hogyha a bal altot megnyomjátok, akkor lehet így mozgatni. Na, ez már az ő irányítója, bocsánat. Aztán V betűvel vissza. Külső belső nézetbe érdemes levenni az áramról, hogyha nincsen benne semmi olyan, ami kellene. Ja, és még egy dolgot megmutatok. Mutatom. Ha mész és megpróbálsz kiszállni, akkor szól, hogy állj meg, hogy kilépj a irányítókabinból. Ez az egyelőre az egyetlen hátránya a Space Engineers-hez képest mozgásba levő járműveken, csak is ülésekben, vendégülésekben, kokpitokban lehet az ember. Nem mászkálhat szabadon, csak hogyha megállt. Hát, szerintem el lehet viselni. Jó, itt van benne cement, és egy multi-charge, az nagyon jó. Berakom ide ezt az üzemanyagot, legyen neki tartalék, mert nem is csak, vagy bocsánat, nem csak az üzemanyagot rakom be neki már, hogyha eltalálnám, hanem a motort is, mert minek cipeljek egy ilyen nehezet, maximum, hogyha szétrobban a jármű, akkor kiveszem a mocit. Oké. Okay. Én szerintem ennek érdekében még lehet, hogy az is hasznos lenne, hogyha megtalálnám, de nem találom meg. Úgyhogy szerintem inkább magamhoz veszem dolgokat, mert ez még mindig kraftol. Gyártok egy sátrat, csak így a zsebemben. Ó, na van még kaja. Szuper. Cementet berakom. Ezt is berakom, mert miért ne? Üzemanyag jött, igen, 8, ami pont elég lesz a láncfűrészhez. És most ővele elmegyek egy extenzívebb kis fagyűjtésre, növénygyűjtésre, körülnézésre, és így tovább. És úgy érzem, hogy itt most már eleget szüttyögtünk, úgyhogy jöhet az. Elbúcsúzok tőletek, nagy öröm volt veletek így videót mutogatni, meg minden, de azért most már legyen egy következő rész is, úgyhogy összehozom a cuccokat, szépen egy screenshothoz, ez lesz majd a videó elején, és akkor a drónom segítségével ezt a screenshotot meg is tudjuk alkotni, vigyázni kell, mert a drónokkal el lehet tolni az embereket. Nézzük, mi volt, ez volt talán, vagy ez volt az. Oké, okay. Sziasztok! Minden jót, tetszett, akkor nyomjatok már rá egy hüvelykújat, vagy adjatok már, légy szíves, egy ilyen kis írást, vagy kérdést, vagy bármit. Olyan unalmas, hogy így mindig nézem, hogy 217-en látták az 57 ezer feliratkozom közül, aztán senki nem lájkol, meg senki nem szól hozzá. Ha értitek, nem, de...